Tisztelettel köszöntöm az újpesti televízió kedves nézőit. Ez az Újpesti Sport. Vendégem az egykori újpesti Dózsa aranycsapatának egyik játékosa, akivel szerencsére most már itt a stúdióban tudunk beszélgetni, hiszen Sarlós András és jó magam is belettünk már oltva, úgymond védettek vagyunk a koronavírus ellen. Tehát üdvözlöm a stúdióban Sarlós András. Szia Andris, tegeződhetünk, ugye? A kedves nézőknek azért elmondom, hogy mi nagyon-nagyon-nagyon régen ismerjük egymást, hiszen még mielőtt átpártoltál a labdarúgásra, akkor a központi sportiskolában mi együtt kezdtünk annak idején pingpongozni, asztali teniszezni. Aztán utána onnan te átnyergeltél a KSI labdarúgó csapatához, majd azt a többit ezt elmondod. Úgyhogy üdvözöllek, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Abból az apropóból hívtunk meg téged, hogy beszélgessünk egy kicsit a Ferencváros FTC, Újpest, Újpesti Dózsa, Fradi rangadókról, a derbikről. Azt tudjuk, hogy ma este lesz egy mérkőzés. Beszélgetésünk után pár perccel kezdődik a rangadó, a derbi. Csak egy kérdés. Mi lesz az eredmény szerinted ezen a meccsen? Üdvözlöm a Gabikám és a kedves nézőket is. Köszöntöm természetesen. Döntetlen körüli eredményt várok. A Újpest most jó paszban van, kupadöntő. Nyertek bajnoki mérkőzéseket. Az utolsó mérkőzésen a játék is elég meggyőző volt, a 3-0-as Mezőkövesd elleni győzelem kor. Én úgy látom, hogy a Önning mester azért rendbe tette itt a fejeket, és a csapatot is megfelelő taktikával, stratégiával játszanak, úgyhogy látok fejlődést. Nem kiemelkedő a játékos anyag, de mint csapat jól működik, úgyhogy... Egy jó meccs lesz. Egy kiváló mérkőzés lesz. Az Újpest a Fradi ellen azért mindig összeszedi magát, felszívja magát. A helyzetet nehezíti, hogy a Ferencváros a mai mérkőzésen bajnok lehet, és ez nyilván kettőzött erőt ad nekik. De akkor térjünk vissza, légy szíves egy kicsit, bár benne vagyunk a korban mindketten, de azért csak emlékszel a Ferencváros elleni derbikre, rangadóra, mondjuk a, most hú, mondok egy nagyon nagy számot, a 40-45 évvel ezelőtti 8-3-ra? Játszottál végig? Játszottam végig, 76-ban volt a mérkőzés, 45 év telt el azóta. Hát az emlékek megvannak, tehát kik játszottak, ki vezett a mérkőzést. El tudnád mondani az összeállítást? El tudom mondani, mert fel is készültem belőle, a Újpest könyvbe belelapoztam, mert azért nem mindenre emlékszik az ember. Hát nálunk a Rottermel Ádám volt a kapus, Kellner Jenő játszott jobb hátvédet, Dunai Három, Sarlós, Tóth, Kollár, helyette Kollár Endre, szegény elhunyt már, helyette jött be az Ámbós Anyi, Tóth András, Nagy László volt a három középpályás, és a fazekas Törőcsik fekete csatársor volt elől. Fradiét is tudom, lehet, hogy nem 100%-os pontossága, de... Fradiét is tudod természetesen. Igen, igen. Amikor készült a lilafehér csapat a Ferencváros ellen, mindegy, hogy mi volt a bajnoki tabella állása. Bár amikor te játszottál, azért általában ott volt fönt az első hely környékén a csapatunk. Másképpen készültetek a Fradi elleni rangadóra? Hát szakmailag ugyanúgy készültünk, tehát a felkészítés, a heti edzésmunka az ugyanolyan volt, de általában ilyen összetartásra elmentünk a Szabadsághegyre, és akkor egy ilyen kétnapos összetartás volt, tehát edzőtábornak hívtuk, úgy készültünk, meg hát kiemelt jelentősége volt akkor is az Újpest FTC párharcoknak a presztízs, a bajnoki tabellán elfoglalt helytől függetlenül. Úgy tudom, hogy azt a 8-3-as meccset követően a bajnokságot a Ferencváros nyerte, és mintha videóton lett volna a második, mi meg a harmadik helyen végeztünk, úgy emlékszem. Jó, biztos jól emlékszed, de hogyha nem, akkor sem számít. Igen. Hányszoros bajnok, vagy hányszor nyertél hát, bajnokságot a csapattal? Hivatalosan ötszörös bajnok vagyok, és háromszoros Magyar Kupa győztes. Hát nem minden döntő játszottam sajnos, mert
elég sok sérülés kísérte a pályafutásomat, és elég sok meccset emiatt úgy ki kellett hagynom. De azért 210 az Újpest bajnoki összejött. Azért de, az nem kevés. Hát nem kevés, meg hozzá 14 évet ott voltam az Újpestben, 71-től 85-ig. De mondom, jóval több lehetne a mérkőzés számom, de hát volt két Achilles műtétem, egy válficamom, egy másik vállam szalagszakadással ugyanez az operáció volt, tehát elég sokat ki kellett emiatt hagynom. Andris, térjünk vissza erre a 8-3-ra, mert azért az ilyen nem volt szerintem, ekkora győzelem nem igazán volt a Ferencváros ellen. Engem nagyon érdekel az, és remélem a kedves nézőket is, hogy amikor elkezdődött a mérkőzés, és jöttek a gólok, tehát úgy 1-2, és akkor mit tudom, 5-6, vagy teljesen mindegy. Az ellenfél csapatában nincs az, hogy álljatok már meg? Mire gondoltatok, hogy mennyit akartatok rúgni? Hát nehéz helyzet volt, mert mindig vezettünk 1-0-1-1, 2-1-2-2, 3-2-3-3, Fazekas mindig rúgott egyet, és válaszolt rá kétszer a Szabó Feri, egyszer a Nyilasi Tibi, és még úgy tudom, hogy a szünet előtt talán a Fekete Laci betalált, és 4-3-mal mentünk az öltözőbe, tehát egy rendkívül szoros, meg olyan mérkőzés volt, amiből bármi kikerekedhet. Aztán a másodikban mi rúgtunk csak gólt, ők nem, és végül kijött ez a nagy gólarányú győzelem, ami egy örök szép emlék, de ilyen nem volt, hogy most ne rúgjunk többet. Ne rúgjunk többet. Ti ne rúgjatok. Ki volt az embered? Ki volt az ellenfeled? Ha hát lehet így kérdezni. A Nyilasi Tibire voltam ráállítva, ez egy nagyon érdekes dolog volt, gyorsan elmondanám, hogy hát akkor játszottuk a klasszikus négy hátvéd és a belógó söprögetőt, de volt a söprögető, és a Várhidi Pali bácsi merész húzással kitalálta, hogy egy az egyben játszon a mindenki. És az Ede fogta a Szabó Ferét, a Kellner Jönő fogta a Magyar Pistát, a Pusztait fogta a Tóth Józsi, mert megfelelő gyors volt, és én a középpen játszottam a Nyillal szembe. Akkor volt a Tóth Andris, Nagy Laci. Azért ez egy kihívás volt a Nyíl ellen, nem? Egy az egyben. Hát nagyon nehéz volt, de hát nem, szóval ha jó napja volt, lehetetlen volt, hogy megfogni, mert rendkívül jó fedezte a labdát, hát jó feje, magas volt, technikás volt. Keménynek kellett lenni? Esetleg kicsit hát, szabálytalannak? Én nem voltam olyan nagyon durva játékos, nem hiszem, hogy valakit annyira úgy rugdostam volna, hát most, hogy taktikai fal, de őszintén megmondom, nem emlékszem, így a gólokat se tudnám visszapörgetni, így mondom, egy kicsit utána néztem a statisztikával, hogy kik rúgták, mikor rúgták a gólokat, de hogy történt, hogy milyen akciókból, vagy az egy 11-es gólt rúgott a Fazék, azt tudom, a többi az minden. A lényeg az, hogy 8-3 lett a vége, igen, ugye? Nagyon szép volt, nagyon jó volt, 50 ezer néző volt. Azért, ha belekérdezhetek abba, hogy ugye egy 8 gól, és nem is akármilyen hátvédsorok a két csapatban, ti is kaptatok hármat. Ennyire jók voltak a csatárok, hogy hátul egy-két gól becsúszott mondjuk az újpesti csapatnak, akkor azért mi rúgdossuk a gólokat, tehát ez mekkora volt a nyomás, teszem azt az Újpest hátvédsorán? Mondom, ez egy az egyben játék, ez magába hordozta azt, hogy nem volt libero, aki lesöpröget, aki kisegít, hanem ott, ha valakit átjátszottak, akkor baj volt. Akkor sokszor baj volt, hogy mi hogy tudtunk rúgni 8 gólt, hát a Fazék az rettenetes nagy napot kifogott, ő 5-öt gurított, Fekete Laci 2-t, egyet pedig a Törő. Hát mondom, fantasztikus mérkőzés lehetett, gondolom, a nézőknek is. Hát sajnos már gondolom nem sokan emlékeznek rá. Én bízom benne, hogy valaki emlékezni fog rá. Most lesz egy meglepetés vendég, Andris. Nem tudsz róla? Bízom benne, hogy felveszi a telefont az én drága vendégem. El kell árulni a kedves televízió nézőknek, hogy meg van beszélve, meg volt beszélve vele. Halló! Halló! Én a Gergely Gábor vagyok, és Bálint László urat keresem a telefonon. Az beszél. Szevasz, Laci! Üdvözöllek az Újpesti Televízió
stúdiójából, és itt velem szemben... Robi, igen. Kicsit hangosabbra kéne állítanod, ha lehet, vagy közelebb a mikrofon, vagy valami... Hangosabbra állítottam, így hallasz? Jó, most, jó, most jobban hallom. Nagyon jó. Tehát akkor elmondom, hogy velem szemben itt a stúdióban Sarlós Bandi, Sarlós Andris ül, és a régi Újpest-Ferencváros FTC Újpesti Dózsa rangadókról, derbikről ejtünk szót, és hát szóba került az a bizonyos, hát neked nem biztos, hogy szép emlék, de az a bizonyos 45 évvel ezelőtti 3-8 ferencvárosi oldalról nézve. Igen. Laci, ma lesz egy derbi szintén, csak egy fél mondatot szeretnék tőled kérni. Mi lesz az eredmény a mai mérkőzésen? Hát a Fradi kényszerben van, úgyhogy szerintem nyernie kell, úgyhogy bocsánat, Dózsa szurkolóktól, de szerintem a Fradi nyerni fog. Tehát a Fradi nyerni fog, és bajnok lesz, ugye? Most már nincs mese. Erre gondolok, igen. Laci, egy első kérdésem, az Andris is majd közbeszól biztosan. Az első kérdésem, ki volt az embered ezen a bizonyos 8-3-on? Segítsünk? Hát nem segítsél. Hát a Fazekas rugott egy ötöst. Igen, de a Fazekas szélen játszott. A Fazekas szélen játszott. Középen Andris segíts, a Törőcsik. Üdvözöllek, Laci, Sarlós András vagyok. Törőcsik játszott centert, és a Fekete Laci volt a bal oldalon. Tehát úgy volt, hogy a Fekete volt a bal is? Igen. Tehát ez a hármas volt, Fazekas, Törőcsik, Fekete, ugye? Így van, de a középpárról még a Kollár Bandi, a Tóth Andris, Nagy Laci, onnan is azért fölérkeztek a támadókhoz, úgyhogy... Laci! Hát igen, akkor nem volt egyszerű dolgod, azt gondolom, nem volt egyszerű dolgod ott a védelem tengelyében. Kérdés, tudom, régen volt, de azért nem felejtjük el, gondolom ti se. Milyen volt ez a meccs? Milyen volt az első félidő? Azt tudom, hogy az 4-3 volt, tehát magyarul majdnem, hogy X volt, bármi kisülhetett. Mi történt a második félidőben veletek? Hát de először arra milyen volt a meccs? Igen. Egyszer is meg is kérdezhetetlen. A hangulat is, meg egyáltalán a millió, amiben a lezajlott, meg a történése. Valóban egy nagyon, nagyon megrendezett dramaturg is lehetett volna ennek a lebonyolítása. A Dózsa vezetett, úgy emlékszem, aztán fel tudtuk zárkózni 4-3-ra, és akkor fél időben, hát úgy mentünk be az öltözőbe, hogy na még itt talán még egyenlíteni is lehet, vagy netán megfordítani. Ezt táplálták belénk az öltözőbe is, táplálta belénk. Megpróbáltuk, de a Dózsa azon a napon olyan formát fogott ki, hogy lehetetlen volt. Te Laci, egy másodperc, ha már említetted azt, hogy az öltözőbe úgy mentetek be, és az öltözőbe arról volt szó, hogy talán még fordítani is lehet. Én megkérdezem az Andis, hogy mit mondott Várhidi Pali bácsi nektek az öltözőbe 4-3-nál? Hát konkrétan már nem tudnám felidézni a mondandóját, de gondolom arra összegelt minket, hogy a támadó játékot továbbra is forszírozzuk, hiszen rúgtunk 4 gólt, és próbáljunk még további gólokat szerezni. A stratégián nem változtattunk, tehát nem álltunk vissza a söprögetős rendszerre, úgyhogy szerencsésen alakultak a dolgok. Az nagyon érdekel engem, és gondolom a kedves tévénézőket is, hogy egy Ferencváros Újpesti Dózsa vagy Újpesti Dózsa Fradi mérkőzésre, mindkettőtől kérdezem, volt külön prémium? Mert ugye arról hallani, hogy ez nem akármilyen mérkőzés volt. Laci? Nálunk nem volt külön prémium rá. Az, hogy fokozott figyelemmel készültünk a döntő ellen, az magától értetődő, mert egy derbi, és a derbik nem egy átlagos mérkőzések, ezt a derbi rangot ki kell érdemelni, nem egy év alatt, hanem évtizedek alatt, úgyhogy ez így van a mai napig is, minden játékos fokozott figyelemmel, összpontosítással készül rá, és
annak ellenére, hogy nem ellenfelek vagyunk és nem ellenségek, de mindenféleképpen valahogy nagyobb élményt nyújt a Dózsát legyőzni, mint nem akarok más csapatokat mondani, de igenis rangot jelent az évben a Újpestet legyőzni, úgyhogy így voltunk fele akkor is, sajnos nem sikerült. Hozzá kell tennem, azon a napon a Dózsa teljesen megérdemelten győzött, és teljesen megérdemelten győzött ilyen arányba is. Na, ez egy ismételten a sportszerűségedről tettél tanúbizonyságot, de azért megkérdezem a választ Andristól is, hogy be volt dobva plusz pénz. Újpesten soha nem volt plusz pénz, amíg én ott futballoztam, ezt nyugodtan kimerem jelenteni. Tehát 1600 forint volt akkor a prémium egy győztes mérkőzésre, döntetlennél a fele, de nem emlékszem rá, hogy felajánlottak volna bármikor is, hogy most több pénzért játszunk a Vasas ellen, vagy a Ferencváros ellen, vagy a Honvéd ellen ilyen rangadó mérkőzéseken, nem. Laci, az Andris a beszélgetés elején elmondta, hogy ötször nyert bajnokságot az újpesti Dózsával. Megkérdez... Halló? Szerencsés, mondom. Szerencsés, igen. Te hányszoros Fradi bajnok vagy? Én háromszor. Háromszor nyertél, Feren, de hát te korábban elmentél, igen, ugye? Pechünkre, ugye, mert abban az időben volt a Dózsának a felejthetetlen csapata. Ugye? Tehát amikor nyolcszor nyertek egymás után bajnokságot, hát felejthetetlen csapat, mind a mai napig kívülről tudja az ember az összeállítását, nem csak mi, akik nyertünk, szokoltunk, hanem egy idősebb szurkolót megkérdezel, kívülről mondja a Dózsa, ha más nem, de a Dózsa csatársorának az összeállítását. Tehát jó, a mi vonatkozásunkban egy teljes szak volt, hogy a Dózsa ilyen jó csapata volt, de megérdemelték, az az igazság, sokkal jobbak voltak. 76-ban valami óriási bravúr és véletlen és szerencse következményeként ezt meg tudtuk szakítani, egyszer ezt a bajnoki menetelést, úgyhogy egyszer tudtunk abban az időben bajnokságot nyerni, azelőtt meg kétszer 67-ben és 68-ban. Akkor meg nekünk volt jobb csapatunk, ugye az Alberték, Varga, stb. Ez a generáció. Úgyhogy igen, generációk követték egymást, és nagyon-nagyon jó csapatokkal, azt kell, hogy mondjam, nemzetközi szinten is elismert képességű játékosokkal. Laci, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Kívánom neked, hogy és kedves családodnak is, hogy maradjatok egészségesek, vigyázzatok magatokra, szurkoljatok ki a Ferencvárosnak, ki az Újpestnek, és természetesen a magyar labdarúgásnak. Laci, még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, és vigyázzatok magatokra. Szia! Köszönöm éppen nektek is, minden jót! Szia, Laci, szia! Téged még nem engedlek el, Andris. Te még itt maradsz egy picit velünk. Szívesen beszélgetek ezzel a témáról. Tehát elmondtad azt, hogy úgy, ahogy a Ferencváros, mint ti, nem volt külön premizálás. Zrika ment a mérkőzések alatt? Most nem csak a 8-3-ról beszélek, hanem egy olyan Fradi Újpest meccsen ment a Zrika? Nem hiszem, hogy ott egymással foglalkoztunk volna, és azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon jó viszony volt a két csapat játékosai között, tehát majdnem, hogy baráti kapcsolatban voltunk Ebedli Zoli, Nyilasi Tibi, Magyar Pista, mondhatnám itt a neveket, tehát jó volt a kapcsolat a játékosok között. Természetesen ez félre lett éve a pályán, de... Én emlékszem arra, annak idején nagyon-nagyon régen, amikor még én az asztali tenisz válogatottal Tatán edzőtáboroztam, hát nagyon sokat voltunk ott, akkor az újpesti Dózsa, a Ferencváros, a Csepel és a Tatabánya szinte egy időben volt a táborban, és rengeteg foci meccset játszottak az edzéseken kívül, kispályáztatok, sőt, arra is emlékszem, hogy én egyszer futballoztam az újpesti Dózsa ellen kispályán. Egy-egy ilyen barátságos kispályáson kellett vigyázni az ellenfélre? Hát... Nyilvánvaló, persze, nem akar senki sérülést okozni a másiknak egy ilyen barátságos jellegű. Itt inkább a szórakozás, a szórakoztatás volt a cél, úgyhogy
Nem hiszem, hogy itt ez durvaságba torkolott volna bármikor is. András, ha itt ülsz, már te ülsz itt velem szembe, egy nem lesz könnyű kérdés, talán nehéz. Ha ezt a 8-3-at elfelejtjük, melyik az a mérkőzés, amire legszívesebben emlékszel, és hát jön a másik kérdés, második része, melyik, amit nagyon szívesen elfelejtenél? A Ferencvárossal kapcsolatban, vagy globálisan újpesti dózásként? Hát, mondjuk 2-3 mérkőzés jut eszembe, egyik szintén a Ferencvárossal a Népstadionban lejátszott 2-es mérkőzések után. Először játszott az Újpest emlékezeteim szerint a Fradi pályán, az Üllői úti megújult stadionban. Albert stadionban, és ott mi olyan 5-6. Helyen álltunk, és a Fradi meg első volt magasan. Nem tudom megmondani az időpontot, hogy mikor volt, és 3-0-ra tudtunk győzni. És azért említem ezt a meccset, mert ott az első gólt azt én fejeltem a Springer szobor felüli kapuba a Tóth András szögletéből, és azt hiszem a Nagy Laci Fekete volt még, aki gólt lőtt, de hát ez a gólom miatt volt emlékezetes. És volt egy Csepel mérkőzés, amikor ott 5-2-re győztünk a Csepel ellen, Megyeri úton. Ott pedig elég rosszul kezdődött a meccs, nem nagyon éreztem a játékot, és végül is rúgtam 3 gólt, és 9-es osztályzatot kaptam. Kérdezed, mi lett volna, hogyha érzed a játékot? Ilyen egyszer volt az életben, tehát ezt csak azért említeném meg, és hogy egy negatívat is mondjak, mert abból is volt több, amit elfelejten az ember szívesen, de hát benne volt a fociban. A Fraditól kikaptunk 3 évvel később, azt hiszem 76-79-ben 7-1-re a Népstadionban. Az is egy olyan meccs volt, mint a 8-3, amit döbbenet volt, hogy lett 7-1, de hát volt még ilyen mérkőzésünk Székesfehérváron egyszer. 6-4-re kikaptunk a Videotontól. Még a Wollek, Nagy Kettő, Tíber, azért Csongrádi, az egy jó csapat volt. Nagyon jó csapat volt, és már 6-0-ra vezettek, és kiállították a Tóth Jóskát tőlünk, és onnan följöttünk 6-4-re, hát akkor is a Fazekas vitte a hátán a csapatot, most nem tudom, hogy hány gólt rúgott, de végül is egy tisztes vereség lett a 6-4, így a 6-0-ból. Nemzetközi találkozókra hogyan emlékszel? Ugye hát az Újpest azért játszott a akkori Backbe, most BL-nek nevezik ugye ezt a sorozatot? Hát volt szerencsém néhány nagy mérkőzésen játszani. Nekem a legemlékezetesebb a Spartak Trnava ellen a Back volt akkor, nem BL-t akartam mondani, Back 4 közé jutásért játszott az Újpest a Trnavával, és hihetetlen forró hangulatú mérkőzés volt. És akkor játszottam kezdőként először az Újpestben, balhátvédet, életemben nem voltam balhátvéd, sérült volt a Nagy László, sérült volt a Juhász Péter. És valakinek játszani kellett, azt mondod? Pali bácsi vacillált, hogy kit tegyen be balbeknek. Borbé Lajos, ő ballábas volt, a Borbé 2, és végül is én kaptam lehetőséget, végigjátszottam, és 1-1 volt a mérkőzés Trnaván, de mondom, nagyon sok néző volt, és hihetetlen hangulatot teremtettek, ilyen meredek lelátó volt a kapuk mögött, és doboltak, meg ütöttek ilyen reklámtáblákat, tehát hát én, aki előtte csak a tartalékcsapatban játszottam, nekem egy örök emlék, meg egy döbbenet volt, hogy ott pályára tudtam lépni, Adamec, Kabát, meg hasonló Dobiás, Keketi, még most is tudod a neveket? Hát párat megjegyez az ember, igen. És még egy érdekessége vele a meccsel kapcsolatban, hogy a Tóth Andris rúgta 11-esből a gólt, és az elsőt berúgta, és visszafújták valami szabálytalanság miatt, és még egyszer oda kellett állni, és még egyszer berúgta, úgyhogy... Hála Istennek! Andris, ugorjunk egy kicsit, ha már a labdarúgásról beszélünk, és említettük a Becket és a BL-t. Hát egy-két napos hír, hogy Európa 8 sztár csapata valami forradalomra készül. Mi a véleményed erről? Hát igazából még nem látom át a történéseket, de nekem nagyon nem tetszik egyáltalán a gondolat, hogy most
tényleg ezek szuper csapatok, meg kiemelkedő csapatok, de az, hogy most mi 8-an vagy 12-en játszunk egymással, és itt van a BL, ami szerintem egy kiemelkedő eseménye a labdarúgásnak, a nézőknek, a játékosoknak, a kluboknak, a mindenkinek, és nagyon színvonalas, és nagyon érdekes, hogy most ezt ebből akarják kiváltani, vagy ezt is, azt is, szóval nem látom át, de nem látok benne semmi pozitívumot a magam részéről. Viszont akkor lássunk valami pozitívumot, és a magyar válogatottat hogy látod, hiszen azt tudom, hogy te voltál szövetségi edző is, ha nem is a felnőtteknél, de hosszú-hosszú időn keresztül ott voltál a válogatott építésénél. A korosztályos válogatottaknál töltöttem el 4 évet, nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt. 2 EB-n is kint voltunk, Izraelben is voltam a 83-as születésű Juhász Roland féle csapattal, és kint voltunk Dániában a 85-ös születésű csapattal. Tehát azért láttad azt, hogy kiből lehetnek majd felnőtt válogatottak, mint ahogy lett is jó néhány, Tőzsér Dani, meg Szabi Csimi, meg Hajnal Tomi, tehát rengeteg játékos tudnék mondani, aki megfordult a Juhász Roland a kezem alatt. Nagyon jó volt dolgozni velük, meg nagyon érdekes feladat volt a kiválasztás, tehát a 13 éves korba kezdtük kiválogatni országosan a gyerekeket. Minden megyében a helyi instruktorok megszervezték az ottani legügyesebb gyerekekből 2 csapatot csináltak, és a szövetségi edző meg leutazott a helyszínre, és ott egy mérkőzésen azt a, hát nem 22 játékos volt, hanem mondjuk 30, mert az HL játékosok is voltak, és az egymás elleni játékban a legügyesebbeket az ember megpróbálta kiválasztani. Most nagyon nehéz volt azért, mert egy mérkőzésen azért kis 13 éves gyerekben azért meglátni azt, hogy ő mit tud, vagy mire élik benne. Nagyon nehéz. A másik meg az, hogy voltak olyan különbségek, hogy az egyik csapat erősebb volt, akkor a másik csapatban szereplők nem értek annyit labdához, nem volt annyi labdaérintésük, tehát... Tehát azért ez egy nagy élmény volt. De nagyon jó. És nagyon-nagyon nehéz munka, gondolom. Most... Hát élvezetes volt. Élvezetes. Nagyon jó. De Andris, egy kis gondolata mostani felnőtt magyar válogatottról. Nagyon örömteli a magyar csapatnak a szereplése, a fiatalok felhozatala, a Rossi nagyon jól dolgozik, tényleg olyan eredményeket produkálnak, amit nem is vár az ember, hogy most a lengyelek ellen van, aki kudarcnak könyvelte el ezt a 3-3-as eredményt, de hát volt ott egy ember, úrra. Volt ott egy ember, ugye? Hát ott volt Lewandowski, igen. Tehát... Akkor most ugrunk még egyet itt a beszélgetés végére, mert sajnos a műsoridő az véges, pedig még nagyon-nagyon sok mindenről ejthetnénk. Szóval, de majd a legközelebbi alkalomkor. Újpest, mint Újpest FC. Mikor fogunk nem bajnok csapatot látni, de mikor fogunk olyan csapatot látni, aki miatt bocsánat a fogalmazásért, érdemes lesz kimenni a Megyeri úti stadionba? Hát ez igen, nehéz kérdés, nem is tudok válaszolni rá. Nekem az a véleményem, hogy ahhoz kéne egy-két kiemelkedő játékost vásárolni. Jó a csapat, jó a keret, de véleményem szerint nem kiemelkedő, tehát nincsenek benne olyan klasszisok, akik talán hát tudnák lendíteni a csapatot. A Ferencvárosban azért jobb játékosok vannak értelemszerűen. Nyilván ez anyagi kérdés is, de hát a másik szívfájdalmam, hogy tudom, hogy ez a tendencia, meg ez a jövő, hogy sok külföldi légiósok, hogy elég kevés a magyar játékos, meg a saját nevelési. Jó, még Újpestben Banai Dávid, még volt játékosom a Serháromban, ő nekem egy kiemelten kedves játékos emiatt, de hát vannak a Csongvai Máté, tehát egy-két ilyen saját nevelésű azért bontakozik, de több kéne. Van olyan, hogy kupameccsen 11 külföldi lépett pályára Kisvárdán. Szeretem, ha vannak benne magyar játékosok is.
Legyen ez a végszó. Andis, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Természetesen abban biztos vagyok, hogy ma este odaülsz a tévé elé, és megnézed a rangadót, a derbit. Már elmondtad, hogy döntetlen körüli eredményt vársz. Meg szeretnélek hívni egy-két hónap múlva ismételten, amikor vége lesz már a bajnokságnak. Már belecsúszunk a nyárba egy picit, hogy ismételten beszélgessünk egy kicsit, akár a napi Újpestről, akár a napi labdarúgásról. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen a meghívást, jól éreztem magam. Kedves nézőink, ez volt az Újpesti Sport erre a hétre. Remélem, önök is élvezték a beszélgetést Sarlós Andrással és Bálint Lászlóval. Kívánom maguknak, hogy maradjanak egészségesek, vigyázzanak magukra, vegyék fel azt a maszkot, hiszen maszkot fel, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!